Amerikában, jó részt nyilván Michael Phelps miatt is hatalmas az érdeklődés az olimpia iránt. Magukat a versenyeket azonban az idő eltolódás és a profit érdekek miatt csak felvételről láthatja az, aki a sugárzási jogokat hagyományosan megszerző NBC társaság közvetítését nézi. Ez nem az igazi, hiszen az internet korában a sportrajongók addigra már tudják az eredményt. A közvetítési anomáliákról is tudósít New Yorkból Bombera Krisztina. Az NBC amerikai tévécsatorna olimpiai közvetítése az első három napban átlagban 36 millió tévénézőt vonzott a képernyők elé itt Amerikában. Ez megdöntött minden nézőszám rekordot. Soha ennyien itt nem néztek olimpiát az 1960-as római játékok óta, amikor a televíziók először közvetítették élőben az olimpiát. Nem csoda, hogy rengeteg nézőt bosszant, hogy az NBC ezúttal nem élőben közvetíti a legfontosabb eseményeket, hanem megvárja az esti főműsoridőt, amikor a legtöbb nézőre számíthat, és a legdrágábban adhatja el a reklámidőt. A közvetítés tartalmával kapcsolatban sokan csalódottak amiatt is, hogy sokkal kevesebbet láthatnak más országok sportolóiból, hiszen az amerikai tévécsatorna túlnyomóan az amerikai sportolókra koncentrál. Azonban az olimpiát követők most elsősorban extázisban vannak, nem pedig bosszankodnak, és ennek az oka Michael Phelps mindent felülmúló sporttörténeti sikere.